Megdöbbentően kevés az ivóvízre alkalmas édesvíz a Földön. Hiába víz a Föld felszín 71%-a. Ennek a mennyiségnek mindössze 2-3%-a édesvíz, és ennek a kis aránynak is csak az egyharmada van olyan formában, amely elérhető az emberiség számára. Ezekkel az adatokkal próbálta felhívni az általános iskolások figyelmét a legfontosabb természeti kincsünk védelmére, Ambrusz László, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki titkára. Magyarországon szinte mindenhez ivóvizet használunk, a kocsimosástól kezdve a WC öblítésig. A nagyvárosokban élőknek a vízigénye így a napi 120-150 litert is eléri. A felhasználás átláthatóságára úgynevezett vízlábnyomat alkalmaznak. Ez megmutatja, hogy egy-egy élelmiszer előállításához hány liter édes víz szükséges. Egy átlagos reggeli elkészítéséhez is hatalmas a mennyiség. Körülbelül 670-680 liter víz szükséges ahhoz, hogy ezt az élelmiszer mennyiséget előállítsuk. Egy egyszerű rántottáról, két szelet kenyérről és egy narancsliról van szó. Arra szeretném irányítani a gyerekek figyelmét, hogy amikor majd ők döntenek a fogyasztási szokásaikat illetően, ez is legyen egy szempont, hogy az élelmiszerek előállítása mennyi vizet igényel. Ez egy nagyon fontos gondolat, úgy gondolom, ebből az előadásból. Ezt a fogalmat egyébként virtuális víznek nevezik, és a világon nagyon sok kutató foglalkozik már ezzel. Az édesvíz mennyisége nem csökken a Földön, a problémát az okozza, hogy a népesség nagymértékben növekszik, így egyre nagyobb mennyiségre lenne szükség. Úgy becsülik, hogy 2050-re már 9-9,5 milliárd ember fog élni a bolygón. És változik az életmód is, a fejlődő országok fajlagosan egyre több vizet használnak fel. Például a korábban említett táplálkozási szokások változnak. Növényi táplálékok helyett most már sokkal inkább állati eredetűt fogyaszt Kína, India lakossága, és ez rendkívül nagy nyomást helyez a vízkészletekre, megtöbbszörözi a vízigényeket szerte a Földön. A vízvilágnapját az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Végül az ENSZ döntött a március 22-i dátumról. Ezen a napon világszerte különböző előadásokon és rendezvényeken a víz fontosságára és védelmére szeretnék felhívni a Föld lakosságának a figyelmét. Ilyen például a vízszakarékosság, amely olyan alapvető feladatokat jelent, mint például rendesen elzárni a csapokat, vagy a rövid zuhanyzást választani a fürdés helyett.